Az olasz David Mária Szalszolit választották az Európai Parlament elnökének. A szociáldemokrata képviselőnek a második fordulóban sikerült megszerezni a szükséges abszolút többséget. A Strasburgi plenáris ülésen az első körben a szükségesnél még héttel kevesebbet kapott az előzetesen is legesélyesebbnek tartott politikus. A megismételt szavazáson már megválasztották a következő két és fél évre elnöknek. Őt a tagállami vezetők megállapodása értelmében egy néppárti politikus követi majd. A másik három jelölt, a zöldek jelöltje a német Ska Keller, az Egyesült Európai Baloldal képviselője a spanyol Sira és az európai konzervatívok politikusa a cseh Jan Záhradil volt.